Tisztelt közönség! Bejelentem, hogy a Magyar Színház és Filmművészet kategóriában a Veszprém megyei Prima díj 2016. évi nyertese Krámer György. Diplomázott 1979-ben. Pályáját a Győri Balett alapító tagjaként kezdte. Volt a Szegedi Balett és a Budapesti Operett Színház balettigazgatója, a Rock Színház vezető koreográfusa, a Miskolci Nemzeti Színház tánctagozatának vezetője. Táncolt és tanított Izraelben és Görögországban. Alig akadt színtársulat hazánkban, ahol ne fordult volna meg. Koreográfusként számtalan musical, operett, opera táncait, prózai előadások mozgáskompozícióit készítette. Rendezőként musicaleket, prózai előadásokat, mesejátékokat vitt színre. Két eredeti táncfilmet készített az MTV-ben. Több mint 20 önálló táncszínházi művet komponált. Veszprémben 1992-ben szerződött a Petőfi Színház társulatához. Azóta megszakítás nélkül jelen van a város színházi életében. Legfontosabb feladatának a táncszínházi műfaj megszerettetését tartja. Megalakulása óta a Pannonvár Színház tagja, a Tánc Fesztiválja művészeti vezetője. Harangozó díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjének kitüntetettje. Krámer György és Túrós Márté Kinga előadásában egy részletet láthatunk a Faun Nimpa Danaida című koreográfiájából. Fogadják szeretettel! Thank you.
Hölgyeim és Uraim, Kramer György díjának általán átadására felkérem dr. Szabó Illát, a Veszprém megyei Prima díj alapítvány kuratóriumi tagját, és Sebő Imrét, a Budapest Bank ZRT Veszprémi fiók vezetőjét. Visszaélve a helyzettel egy kicsit, elmeséljem önöknek azt, hogy miért vagyok én olyan nagyon szerencsés ember, mert hogy én szerencsés, nagyon szerencsés embernek gondolom magam. Mint hallották a laudációm, a koreográfusként, előadóvészként, színházi szakemberként élem az életemet, és az nyilvánvaló önök előtt is, hogy például koreográfusnak lenni nem lehet egyedül, vagy lehetne nem érdemes. Tehát ehhez játszótársak kellenek, igazi művész játszótársa, és nekem ezért volt, és van a mai napig nagy szerencsém az életemben, mert csodálatos játszótársakra, csodálatos társulatokra és közösségekre találhattam az életem során. Így hozta a szerencse, ez tényleg szerencse, óriási szerencse. Az első ilyen közösség az az évfolyam volt, amely az Állami Balettintézetben összeverődött, csodálatos Csikó társaság, és mint minden közösségnek, ennek is volt egy, minden közösségnek van egy vezető személyisége, egy domináns személyisége, ennek a közösségnek is volt egy vezetője, ennek az évfolyamnak. Hangozzék itt el a jelen, mert nem tudok elég sokszor hálával gondolni rá. Az évfolyam vezető balettmesterünk Lőrinc György volt az, aki túl azon, hogy fontos volt számára, hogy a klasszikus tánc technikát elsajátítassa velünk, és ennek legmélyebb titkaiba bevezesse bennünket, de legalább ilyen hangsúlyt fektetett arra, hogy művész neveljen belőlünk, kreatív, gondolkodó, a művészet iránt alázatos művész neveljen. Tovább megyek, nem is legalább ennyire fontos volt az, hogy embert neveljen belőlünk, illetve igazi, bátor, teljesíteni képes polgárokat nevelt. Még akkor, ez akkor is igaz, hogy ez akkoriban, amikor én ebben az iskolában jártam, a polgár szó az még inkább szitok szó volt, hiányzott a közbeszédből ez a szó. Áldásség Lőrinc mester neve azért, amit tőle kaptunk. Rögtön a következő közösség, fantasztikus szerencse az életemben, az a Győri Balett volt, aminek alapító tagjaként egy olyan csodálatos közösség élményben lehetett része, amely az ember életében csak egyszer van a Földön. Ez a szerelemmel felérő érzés volt, sikertörténet, egy olyan csapat, ahol tényleg minden a közös cél érdekében, az egész életünk és fizikai, lelki, érzelmi energiáink a végletekig a közös cél érdekében volt feláldozva. Ennek a közösségnek is volt egy előjáró vezető embere, az akkori Markó Iván, egy csodálatos művészpedagógus, csodálatos előadóművész, koreográfus, színházcsináló volt, aki a nyugati szellemet hozta el a magyar tánc életbe. Rengeteget köszönhetek neki, a mai napig élek abból, amit tőle kaptam. Ezután jött egy másik különös közösségi élmény, közösségi történet, egy 9 évig tartott történet, a Veszprémi Petőfi Színház, ami egy semmivel nem hasonlítható szakasza az életemnek. Ennek a közösségnek is volt egy vezetője, motorja, Vándorfi Lászlónak hívják, és én nem tudom, hogy csinálta, összegerebézett a világ 4 égtájáról a lehető legkülönbözőbb embereket, tehát összenemillő embereket, amiből 4 másodperc alatt lett az ő vezetése alatt egy olyan társulati közösség, olyan színházi alkotó közösség, amely ellenképesztő energiákat fordított abba, hogy megmutassa magát, hogy felmutasson érvényes előadásokat, hogy elvarázsolja a közönségét, és ez már Veszprém,
elvarázsolja a veszprémi közönséget, és az egész életét és mindenét ennek a célnak rendelte alá, és hiába voltunk nagyon különböző helyről jövő, különböző képességű, készségű emberek, egy egészen elképesztő közösségi élet zajlott ebben a színházban. Olyan fantasztikus volt ebben a közösségben élni, hogy azt gondoltuk, hogy az életünk végéig így fog tartani. Hát nem így lett, ezt tudják önök is. A Szél Rózsa minden irányában nem egészen önszántunkból szétszéletett a társulat, de mai napig tudom, hogy azt, amit ebből a közösségből munícióként el lehetett vinni, azt mindenki elvitt. És én magam is hordozom a mai napig azokat az élményeket, amik beépültek. Mert egy ilyen közösségben rengeteget lehet adni, rengeteget lehet kapni, és azt, amit az ember ad, meg kap egy ilyen közösségi létben, az soha senki nem tudja elvenni tőle, mint hogy nem tudja elvenni tőlünk azt a szeretetet se soha senki, amit akkor a veszprémi közönségtől kaptunk, és emlékeztem, hogy a hosszú gondolkám utolsó állomásához most is szerencsés ember vagyok, mert újfent egy olyan közösségben élek és dolgozom, amely szintén Márdofi László vezetése alatt van, amelyben a közös cél elérése felülírja zömmel, nagyrészt felülírja az egyéni ambíciókat, illetve nagyon sokszor szerencsésen megegyezik az egyéni ambíciókat. Ez is titka egy jó közösség működésének, hogy vannak-e olyan közös ambíciók, amik megegyeznek egyéni ambíciókat. Tehát óriási szerencsém volt az életemben, hogy ilyen közösségekben élhettem. Azon kívül nagyon nagy szerencsém van magánéletemben, mert fantasztikus hátterem van, fantasztikus családi háttérben éltem az egész életemet, és nagyon sokat kaptam azoktól az emberektől, akik vannak és voltak a családom. Óriási büszkeséggel töltenek el a gyerekeim. Nagyon nagy szerencsém van velünk, hogy elviselték azt az életformát, ami azért a színházi munkásnak kijár, az nem családban áll. Elviselték, és becsületes emberek és fantasztikus emberek lettek belőle, a matematikus fiamtól a társadalomtudó tudományokkal foglalkozó lányomig, és egy csodálatos kamaszlánnyal gazdagítva, aki fiatalon tart engem, és egy olyan társal az életemben, aki nem csak otthon társal, hanem a színházban is. Tehát, hölgyeim és uraim, én nagyon kívánom, hogy legyenek olyan szerencsések az életükben, amilyen én voltam és vagyok. Szerencsés abból a tekintetből is, hogy mondjuk például azokban a városokban és legutoljára itt Veszprémben olyan közönség, szeretet, bátorítés segített a munkámba, ami nélkül nem létezik színházi ember, előadó művész. És hát nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt a megtiszteltetést.